scramble, scramble. Ugye tagja vagyunk a NATO-nak, és NATO vállalás az, hogy a rotációs elven a balti államoknak, Észtországnak, Lettországnak és Litvániának segítséget nyújtunk a légtérvédelem biztosításában. És ez már a harmadik alkalom Magyarország számára, hogy részt vesz ebben a feladatban. Első alkalommal 2015-ben, majd 2019-ben voltunk itt, és a mostani a harmadik alkalom, hogy itt együtt védhetjük a balti államok légterét a többi tagállammal együtt. Persze a részletekről nem beszélhetek az információk szenzitív tartalma miatt, de azt elmondhatom, hogy a legtöbb riasztásunk az orosz típus ellen történt. Voltak szállítógépek, vadászgépek, közösen szállítógépek, vadászgépekkel, voltak felderítőgépek a elfogandó repülőgépek között, és az ő mozgásuk minden esetben a nemzetközi vizek fölött történtek, általában Kaliningrádból Szentpétervár felé, vagy fordítva. Mindenképp tanulunk mi is ebből a feladatból. Eleve az új környezet egyfajta tanulási lehetőséget biztosít számunkra, továbbá ugye más nemzetekkel együttműködés, közös repülések, közös tervezések, közös kiértékelések mind-mind elősegítik számunkra azt, hogy több értékkel menjünk haza, mint ahogy kijöttünk. Igen, tehát mindenképp azt kell mondjam, hogy tényleg egy szép ország, ami felett repülünk, sőt szép országok, mert nem csak ugye Litvánia, hanem Lettország és Észtország is a
repülési zónánkba tartozik. Túl sok hegy nem található ebben a három országban, de ennek ellenére a landscape az mégiscsak szép. A tenger fölötti repülés megint csak egy nagy élmény, úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy tényleg egy nagy élmény itt ebben a terület fölött repülni.